Boldog karácsony, se osztjuk meg Janka néni nélkül. Én pedig már régen nem ültünk így együtt, mi szomszédok, ugye? Mondtam. Csókolom a Janka néni. Mi történt, Janka néni? Meg igazságosan elosztani, poharat emelünk. Mivel érdemeltük ki ezt a hatalmas percet? Mivel, már mindig nagy vonalú van. Na, kárba vész az a pompás ital. Fölrázta, hogy jött fölvel. Hihetetlen. Ez elég odának, ez ugye? Nekem, ez a pöcs. Na. Hát azért már észrelekünk. Na, egészségünkre, Isten. Boldog karácsony. Boldog karácsony. Hát mit tudom én? A szomszédok. Szomszédok. Akkor nem jutunk rajta, kész. Na, kinyitja ki. Én? Persze én. Ja. Na, de ezt viszem magammal. Nem ám vele inni. Ó, Istenem, ki jön ilyenkor? Mit akarnak? Na, maga a kicsoda? Mit akar? Csókolom, Janka, még Gulyás Marcinak a Partizántól. Partizán? Miről beszél? Mit akar? Összegyűjtöttük a korábbi szomszédok epizódokat, itt van a VHS kazettán. Tetszik látni? Jaj, de jó! Megnézni őket esetleg? Na, na! Mit állok? Befelé! Nyomás! Onidnék Izaura és sok más sikeres tévésorozat hős után most három magyar családdal találkozunk és barátkozhatunk meg. Minden második csütörtökön este. Ez életem legszebb napja. Ad egy kortyot inni? Persze. Én csókolom, a szomszéd vagyok. Nem maradok én sokáig ebben a kutricában. Dehogy is nem. Még egyet légy szíves. Közöttünk él a Takács, a Vágási és a Magenheim család. Beszélgetünk. Politikáról, társadalmi kérdésekről, ahogy azt napintap tanuljuk a médiából. Ma már itt is rabolnak, meg ölnek. Megpróbálom mindig pontosan fizetni. Ott a táskám, vegyél ki pénzt és kész. Mertél a lottó? Közdebben nem tud segíteni. Majd a szakszervezet megoldja. Igen, az szép. Annyi szervezet alakul, hogy már nem lehet épp pénzzel követni. Ez valami közép-európai átok. A miniszter elmond egy beszédet, amit senki sem ért, mert olyan bonyolult. Még ő is alig tudja felolvasni. Most más világ következik. Itt a feltámadás. Isten őrizzen. Maga milyen korlátolt. Na, elég a politizálásból. Jó. Hová, ha szabad kérdeznem. A ház még viszonylag üres. Arra gondoltunk, hogy ide költöznénk, amennyiben a lakás megfelel. Szép terv. Emlék az építői parton. Ja, szerintem ez a világ legszebb lakása. Az öreg asszonytól csövezni jövünk, kiszint a fülkarikán. Fülkarikád is volt. Minden most. Ugye a fiatalabbak számára szerintem ez egy társadalmi utópia a szomszédok, mert azzal indul az egész sorozat, hogy egy pályakezdő nyomdász és egy pályakezdő pedagógus egy többszobás lakástulajdonhoz jut. Ez az alapállítása a sorozat. Hát egy óriási dolog volt. Van meg aztán pláne. Így van. Én egy fóton nevelkedett fiatalember voltam, és Ilike pedig egy orvos családban volt. Orvos volt a papa. Igen, tehát valószínűleg a kezdeti beugrási pénzt azt biztosították számunkra. Ebből is már a film szerint volt egy pici konfliktus kettőnk között. Hát aztán Janka néni azt szépen megsáfolta, mondjuk így finoman, igen. Vagy legalábbis próbálta. Tehát ez egy társadalmi konfliktus volt. Mennyire volt ez szándéka a Horváth Ádámnak, hogy itt legyen egy ilyen osztályokon átívelő szerelem? Azt azért hozzá kell tenni, hogy az, hogy mi lettünk ez a pár, komoly előkészületi munka volt ebben Horváth Ádámék részéről, de legalább 2 éve dolgoztak már azon, hogy hogy álljanak föl a stáb és a családok hogyan álljanak föl. Tehát, hogy milyen korosztályt, milyen generációt mutasson meg, a társadalmi osztály különböző rétegei azért jelen legyenek,
Tehát ez egy koncepció volt. Ugye három fő pár volt, akik a sorozat gerincét alkották, és szerintem egyetértenek a nézők is, akik követték a sorozatot, hogy a ti páratok volt a legszeretetteljesebb. Tehát nálatok tényleg azt lehetett érezni, hogy egyrészt szövetségesei a két karakter egymásnak. Beszélgetettek erről Horváth Ádámmal, hogy mit akar igazából elmesélni a ti kettősötökön keresztül, Ilona? Ez volt a koncepció. Ami ellen én ockodtam, mert ugye mi voltunk a mintaházas pár, én voltam a mintatanárnő, és hát a mintacsalád. És ockodtam ellen, és szóltam az Ádámnak, hogy nem szeretnék valami kis huncutságot, valami kis csal, szóval valamit csináljon ez a csaj. És mondtam az Ádámnak, hogy írjon bele, nem írt be. Ez tartotta magát ehhez, mondta, hogy ez egy ilyen házas pár. Utólag kaptam olyan levelet, hogy volt, aki azért nem szakított, mert mi is kibékültünk, tehát ők is kibékültek a magánéletben, mert mi a Karcsival, illetve hát a Ferivel kibékültünk. Volt, aki a gyermekét azért tartotta meg, mert akkor voltam várandós, de ezek konkrét levelek voltak. Wow. Szóval azért, hogy kellett ez a minta, mint a ma is kellene, most már így utólag tudom, hogy ez fontos volt, hogy mi egy ilyen pozitív minta család legyünk. Jaj, milyen feledékeny vagyok. Gondoltam, hozok nektek pár üveggel. Hát nem kiment a fejemből. Egészségedre. A tiédre. Akkor légy szíves, add ide azt a pár fillért, ami a keresztrejtvényre és a tollakra kell. Anyagilag teljesen kész vagyok. Minden nap főzök valami kis ételt, persze Zsuzsának. Jönnek a számlák, hónap vége van, és hol van még a nyugdíj? Pénz kellene, Janka, nének, de csak egy 10 000-esünk van. Szerencsére volt ma külön munkám. Tessék, 3 000 forint. Hát, ez is valami. Egy kis alamizsna. Nem lenne ott még 1 000-es? A vizet nem bírom. Annyira klóros. Egészségedre. Még egyet, légy szíves. 2 napra megyek el. Akkor 2 hét múlva utazol el? Tessék. Igen. 2 hét múlva, 2 napra. De őt nem lehet egyedül hagyni, mert ha nincs kivel veszekedjen, még valami baja esik. Hagy még egyet. Hát persze. Akkor felmutatom hozzá 2 napra. Ide nem kellett, mert nem mutatnának jó fejével egy ágyban. Még jó közönsége vagyok magamnak. Ugye Horváth Ádám a sorozat írórendező nyilatkozta azt egyszer, hogy a szomszédok karakterei, ezek az embereknek valamivel jobbaknak, példamutatóbbnak kell lenniük, mint az átlag, különben funkciát veszti az egész történet, de ehhez képest a Jankanini karaktere sűrítette az összes rosszat, amit el lehet mondani egy emberről. Rossz májú volt, kiátszotta a szeretteit, és igen, folyamatosan az alkoholhoz. De legyünk őszinték, mindenkinek a közelébe van egy ilyen, vagy a családjában, vagy a szomszédságában van egy ilyen. Csak az emberek saját magukról ezt nem ismerik el, ugye nyilvánvaló. De mindenkinek van az ismeretségi vagy a baráti körében valaki, aki hasonlít valamilyen módon. Hát azt mondjuk, hogy én ezáltal, a szerep által én lettem az ország alkoholistája, az nyilvánvaló, ugye? És ezt szokták kérdezni tőlem, hogy nem zavar? Hát mindig azt mondom, hogy lehet, hogyha innék, akkor zavarna, de mivel abszolút nem hiszem, fütyülök rá, hát azt gondolnak, vagy azt mondanak, amit akarnak. Jankanének a vélt alkoholizmusa, vagy az italozása mellett egy alultárgyalt tulajdonsága volt az, hogy rettenetesen pénzsóvár volt. Hát igen. Erre emlékeznek a nézők. Hát egy önző dög volt a Janka, hát ezt tudjuk. Ugye is rákaszkodott mindenkire tulajdonképpen, ahonnan hasznot húzhatott. Hát ez ilyen volt. Ez egy ilyen teremtés volt, de ezt az emberek, azok, akik szeretik a Jankát, nem ezt az oldalát néznek. De erre vagyok kíváncsi, hogy ön szerint miért van az, hogy csak azt akar észrevenni a közönség, hogy ez egy kedves italozós néni volt, akarták. És nem akarják észrevenni azt, hogy ez valójában szipolyozta a körülben lévőket, és ha az életükben lenne egy ilyen családtagjuk, felhetetlen, őt kiutálnák. Kerülnék, hogy csak bírnák minden erővel. Azért, mert szeretni akarták. Mert akarták, mert ezt a néző dönti el. A néző. Hova lesz? Az Alma Presszóba legyen szíves. Rendben, megyünk. Legyen szíves, itt várjon meg. Rendben.
Uram, bocsássam, hogy ne ragudjon, az Almapresszót keresem, nem tudja megmondani, merre találom? Az Almapresszót? Itt van pont az Alkotás utca sarkán. Aztán csak óvatosan fiatalember. Nem találkoztunk már valamikor? Nem emlékszem, ne ragudjon, megértem. Na mindegy. Tudja, nem olyan időket élünk már, mint a 80-as években. Az emberek elszegényednek, válság van. Igen, megjelentek a drogosok is. Úgyhogy vigyázzon magára. Így lesz, minden jót. Viszontlátásra, köszönöm. Viszontlátásra. Jó napot kívánok. Bárezsi vagyok. Te jól látok? Ez nem egy urasági lakály véletlenül? Nagyon úgy néz ki. Előadhatnánk a Hippolita lakályt. Hm? Főtiszteletem? Mivel örvendeztethetem meg? Egy narancslevet kérek. Boldoggá te. Egy narancslöttya nagyon Rubaldovernek. Ez a stílus nálunk nem szokás. Nagyon könnyen meghallhatja a vendég. Hát nyugodjon meg, főnök. Velem ez nem fordulat elő. Tessék. Fendi puszi. És most megcsodálhatják, hogy itt ki egy igazi profi pesgőt. Kérem szépen. Először is, ugye, körbe tekerjük a... Ez milyen durva volt. Fogod baszni. Emlékszel? Tejtjük róla a papírt egy mozdulattal. Figyelték, figyelték. És most pedig... Állj! Mindenki az asztal alá! Támad az alvilág! Jó napot, főnök. Csodálatos. Maga. Figyelem a terepet. Senki és semmi gyanús elem nem kerülheti el a figyelmemet. Maga rég nem lesz. Uram is. Imádom. Mikor én még mindig járok maga után. Kis balem. Hoppá. És tényleg. Szerencsére a celluloid nem felejt, nem de celluloid, ez nem, nem is szerencse. Úgy kemény. Ugye ez tökéletes egyébként, hogy a Presszó világa az egész sorozatban, az néha egyébként ilyen teljesen komikus, abszurd szintere az eseményeknek. Máskor hát azért nem gondoltam, hogy ennyire. Ez nagyon orba vágott, te már is felejtett. A társak a zene? Teljesen lefelejtett. Én is teljesen. Ezt megpróbáltam kitörölni az emlékeimből, de nem most. Azért köszönöm, hogy újra. Ez nagyon elkapott. Tehát hogy a lényeg az, hogy részben ilyen nagyon abszurd események a szintere, de máskor meg ilyen vérkomoly szerelmi drámák, kapcsolati drámák, stb. Szintere. Mennyire volt tudatos az, hogy mi a funkció igazából a sorozatban a Presszónak? Mit mondott erről nektek Horváth Ádám? Hát az nyilvánvaló volt, hogy... Bocsánat, meg nekem semmit. A válaszom egyszerűen semmit. De szerintem nem volt... Nem volt egy ilyen, hogy is mondjam, koncepciózus történet mögött. Ugye az Ádám, aki azért nagyon sokat rakott bele a sztoriba, ugye ő írta a szövegeket, tehát hogy nagyon, nagyon erős lenyomata volt ennek az ő ízlésének ez az egész történet. Ő annyit mondott, hogy ez egy, később kettő szórakoztató karakter ugye a József Ibrével, mondjuk a saját karakteremről beszélek, és ők meg a real life. De. Igazából a rendszerváltás hozta, mert ugye én előtte kimaradtam, körülbelül 2 évig, és akkor miután megvolt a rendszerváltás, meg lehetett venni ezeket a vendéglátóhelyeket, akkor visszahozott engem Maszek pincérnek, illetve volt tulajdonosnak, vagy igen, ilyen értelemben tulajdonosnak, és tök nyilvánvaló volt, hogy ez az ikonja, az egyik ikonja a rendszerváltozás körüli változásoknak is, meg annak is, hogy itt lehet összefuttatni olyan szálakat, amit éppen a lakótelepen nem, vagy az óviban nem, vagy a suliban nem. Horváth Ádám ugye úgy hivatkozott a sorozatra, hogy ez nem művészet, hanem kvázi televíziós publicisztika, a mese. Uh-huh. Teleregénynek hívta. Teleregénynek ugye? Hívta, igen. Igen. Szerintetek mi volt az ő szándéka szerint a társadalmi funkciója a Szomszédoknak? Hát vett egy mintát a társadalomból, ugye több korcsoport, többféle élethelyzet. Azt hiszem 8 főszereplő volt így összerakva. És akkor lekövette 2 hetenként, hogy hol tart általában a budapesti élet. És beleírta a sztorikat. És minden forgatókönyv tulajdonképpen emberi volt, mint egy cseh filmnek a hangulata. Gyűlöletes karakterek nem voltak, csak nevetségesen gonoszkodók inkább. De az is nagyon érdekes, hogy volt olyan sztori, biztos te is tudsz ilyet, amikor a helyszínen írta át a forgatókönyvet, hogy éppen történt valami. Igen. Tehát volt olyan történet, amit beleírt, tehát én emlékszem olyan sztorira, amit úgy került bele a forgatásba, hogy előző este történt meg, és a másnapi forgatásban mi elmondtuk. Simán változtatott a könyvön, igen.
hova lesz? Gazdagrét, Lantos utca 8. Csak nem a szomszédokhoz járkál. De, igen, miért kérdik? Hát lehet, hogy meg fog lepődni, én rendeztem. Ne szórakozz velem, ezt komolyan mondja? Komolyan. Tényleg? Ő volt a rendező a szomszédoknak? Így van. Adja már egy interjút, legyen olyan kedves. A rendben. Tényleg? Micsoda váratlan meglepetés. Neked mi volt a viszonyod Horváth Ádám, és hogyan kerültél bele a szomszédokba? Hát ez egy érdekes dolog, én valamiről liblingje voltam, tehát ezt kár tagadni. Technikai rendezőként dolgoztam mellett néhány rész idejéig, de tisztáztuk, hogy ez, ebből váltunk majd egy rendezői státuszban, amikor beüzemelődik az egész, és aztán így is lett a 17. résztől kb. 150-valány részt ilyen rendeztem, de végig ott voltam az Ádám mellett, mert ő annyi mindent csinált, annyira elfoglalt ember volt, annyira sok dolga volt, hogy kellett valaki, nyilván nem az alaprendezésben segítettem, hanem a körülmények megteremtésében, hogy tényleg ilyen flottul menjen minden. Horváth Ádám számára mindig is úgy nyilatkozott, hogy a szomszédok az nem egy művészeti projekt volt, hanem ő ezt kifejezetten publicisztikai formának gondolta, publicisztikai műfajnak gondolta. Amiből az is következik, hogy neki azért elsődlegesen valószínűleg az volt a víziója, hogy hogyan tud ezzel társadalmilag hatást kiváltani, hogyan tud a formálódó Magyarországban 87-től kezdődően egészen a rendszerváltáson átívelően a 90-es évek folyamán jelen lenni és hatni a széles néptömegekre. Te is így gondolod, hogy ez volt az ő ambíciója? Baromira szeretett tanítani. Tehát az egész életét átfőtte a tanítás. És valószínűleg a sorozatban is felfedezte azt, hogy a kezébe hullott egy lehetőség, ahol mindenkit taníthat, legalábbis nagy tömeget taníthat. Úgy beszélt a közélet legfontosabb történéseiről, a legnagyobb problémákról, ha tetszik, hogy a szomszédok direkten soha nem akart politizálni, soha nem fogalmaztunk meg olyan üzeneteket, ami bármelyik oldal számára elfogadhatatlan lett volna, és hát, hogy mondjam, soha nem akart a szomszédok forradalmat csinálni. De utólag mégiscsak az derült ki, hogy az igazi értéke azon kívül, hogy a hétköznapokról szólt, és nem egy ilyen műdramaturgia volt, végül is kimondta az emberek helyett azt, amit ők ki akartak mondani. Száz éves. Uramat, szobába legyen szíves. Milyen fűlés a kongresszusi központban, tudósítom már meg. Nagyon szépen köszönöm. Egy pillanat, asszonyom, én csak azt tettem, ami a dolgom. Én ezt nem fogadom el. Ez itt igazán kár volt ide fáradni. Kezi csukom. Azt hiszem, te tényleg nem vagy normális. Nyakig ülünk az adósságban. Mellékesként néhány tit előadás. És akkor te a nagy fehér orvos. Imád. Mi a frászt működt már hajnalban? Regényt írsz? Családregényt. Ifjú kozmetikus feleség, aki a gyerekét altatja az ágyban a férje helyett. Jelenetek egy házasságból. Ölitek egymást? Uh-huh. Természetesen. Aranyosan tudsz kérdezni. Mondtam, hogy nevedd el. Mondtam, hogy ne menj hozzá. Kis üzenet Csillaghegyről, a szép építészlánytól, meg Évike az orvosnő, meg akikről nem is tudok. A Szent Mágenhegy doktor, a nők bába. Milyen jól áll neked a dűrfagy. Ilyenkor a legszebb a szemed. Segíts majd megérteni, miért alakult úgy, hogy a te karakteredet azt mindig egyfajta sértettség, megbántottság jellemezte, hogy minden konfliktus helyzetre ilyen passzív-agresszív módon reagált? Hát néha én is kérdeztem, hogy miért van ez, mert szóval én is úgy éreztem, hogy nem megoldani akarja a problémákat. Szinte soha. Hanem még gerjeszti is. Hát ilyen karaktert írtak. Néha jól esett, amikor tűnt az utolsó jelenetnél, hogy valami magasabb hangom, vagy kiadom magamból, de tulajdonképpen nem. Jobb lett volna kedvesebbnek lenni. Azt kijelentett, hogy Magenheimék voltak a legörömtelenebbek? Hát ugye a vágásék azok egy... A mintapár. A mintapár, igen. Hát a Juci néniék ott már ugye nem tudom hány év házasság után voltak. Igen, nálunk volt a több probléma. Úgyhogy
Igen, a kérdésedre a válasz, igen. Mi voltunk a legproblémásabb házaspár. Akkor ez teljesen szándékos alkotói döntés volt? Szerintem igen, igen. Tehát, hogy felszínre tudjanak kerülni olyan dolgok, amik gyakorlatilag mindenkinek az életében előfordulnak. És szerinted mi tartotta egybe igazából ezt a házaspárt ilyen hosszú ideig? Nem tudom, lehetett volna nagyon sok esetben, hogy szétmennek, ugye, hogy elválnak, vagy nekem volt udvarlóm, hogy a dokinak volt a érzelmi megnyugván. Hát ez nyilván az élet egyébként ilyen, tehát nem problémamentes, hanem meg kell oldani a helyzeteken. Az tök érdekes, hogy miközben nálatok nagyon erőteljesen előjöttek ezek a különböző házasságon belül problémák. Nagyon föloldás ezeknek nem volt, tehát leginkább mindig úgy oldódott meg, hogy valamelyikötök engedett. Vagy Magenheim úr. Így van az életben is, nem? Uh-huh. Egyszer az egyik enged, egyszer a másik. A gyerek kapcsán is sok probléma volt, mert másképp gondolt a Magenheim Ádám, meg másképpen a Juli. Jó, teszem, de hol a kiskorú? Titkos utakon. Szerelmes. Vagy moziba mentek, vagy andalognak. Hétig van kimenője. Igen? Az szép. Tudod, te néha nagyon rendes lány vagy. Na nem mondd, köszönöm. Nagyon rossz lenne, ha nem vennének föl minket egy gimibe. Nocsak. Talán hiányoznék neked? Nem lenne jó. Akkor nem járnánk együtt. Mert most mi együtt járunk. Hey-ho, felnőttek! Hey-ho! Emlékszem rá, hogy kinyíltak az ablakok, és az Anita ilyen szúros tekintettel azt mondta, hogy csináljatok nekünk egy boldog új évet. Csináljatok nekünk boldog új évet! Csináljatok nekünk boldog új évet! És ez egy olyan mondat volt ma is, időnként furcsa erre gondolni, de egy olyan mondat volt, ami elindította azt, hogy lehet, hogy érdemes ilyen dolgokat a végén fókuszáltan kimondani a történéseket. Ebből jött az ötlet? Ebből jött alapvetően az ötlet. Kérsz egy falatot? Nem kérek. Értem, a kislány még mindig szerelmi bánattól szenved. A kislány folyamatos fogyókúrától szenved. Azt csicsergik a madarak, hogy te és Dávid. Tényleg találkoztunk néhányszor, de egyelőre még nincs nagyobb jelentősége. Először veled is nagyon kedves lesz, udvarjas és segítőkész. Aztán majd le akar veled feküdni. Ha szabad elvinném Júlcsit. Még sohasem volt nálunk. Családi bemutatkozásnál tartunk? Gondolom a közeljövőben férjhez is mész. Remélem azért lesz időnk felkészülni. Férjhez mén a kisunokám, micsoda öröm! Látod, mondtam, hogy hülyét csinálnak belőlünk. Ne vedd a szívedre, csak vidámak, tréfálkoznak. A mi rovásunkra. Szóval azt mondod, hogy ne menjek hozzá? Nem. Én csak azt mondtam, hogy alaposan gondold végig. Felnőtt lány vagy, magadnak kell eldönteni, hogy mit lépsz. És ne várd, hogy egy ilyen fontos kérdést másoljon meg helyetted. A karácsonyfa alatt lehetsz gyerek, de ez bizony már egy nagyon is felnőtt kérdés. Ábel Anitára hogy emlékszem? Mert ő ugye, amióta véget ért a sorozat, igazából nagyon tartózkodik attól, hogy bármit is beszéljen a szomszédokkal kapcsolatos viszonyáról. Akkor volt kamasz, ugye? Tehát ő ezt teljesen másképp élte meg. Akkor voltak ugye súly problémái, ami szintén nem súly problémái? Uh-huh. Hát, hogy cikizték, hogy erősebb testalkatú, érted? Ezért őt cikizték tényleg? Persze. Kicsoda? Hát szerintem a sorozatban is volt szó erről. Most az előbb is, amit láttunk egy jelenetet. Ő önmagával szemben is, tudod? Ő egy kamaszlány, neki ez egy problémája, igen. És közben a sorozatbeli szerepe erre erősít rá? Igen. Hát akkor talán nem csoda, hogy nem akar erről beszélni. Hát például. Szerintem ez is oka annak. Szerintem ő megkapta azt a törődést a stábtól, ami egy kamasz embernek kell, hogyha egy ilyen nehéz helyzetbe kerül, védte őt a stáb kellő eréllyel? Szerintem azért ott egy védett helyzet volt mindenki számára, tudod? Tehát egy nagyon jó stáb volt, hihetetlen, mindenki a saját dolgát csinálta, és ettől tudott fantasztikusan működni a dolog. Mindenki tudta a feladatát, megfelelt neki, és nagyon jól dolgoztunk együtt, úgyhogy szerintem ott nem érezhette ennyire az Anita. Jó, először is mondom, ott önmagával voltak neki problémái, tehát... Mint bármelyik kamasznak. Mint bármelyik kamasznak, csak igen. Nagyon kevés kamasznak lesznek a problémái több millió tévénézőnek a két heti szórakozásának a tárgya.
Hát ez igaz. Az Anita helyzete azért nehéz, mert igazság szerint a Szomszédok szereplői és az Ádám közötti esetleges konfliktus az ő esetében volt a legerősebb. Egyrészt azért, mert az Ádám nem nagyon volt fogékony arra, hogy egy kamasszal állok szemben, a rendező állt szemben a gyerekszereplővel. És gyakorlatilag az ő kamaszkorát, a produkcióhoz való alkalmazkodás és annak a képviselet, amit a jelenetek jelentettek, az egy borzasztó nagy összeütközés volt a kialakuló Anita szempontjából. Fegyelmezetnek kellett lennie, olyannak kellett a frizurájának lenni, amit mi akartunk, és nem ő. És mondhatnék egy sor ilyen dolgot, és egy csomó olyan szituációt kellett elvállalnia, vagy megcsinálnia, ami vagy nem volt jellemző az akkori fiatalok dolgaira, vagy magának az Anitának nem ízlett a szituáció. És mivel ebben abszolút nem volt beleszólása, és ilyen szempontból tényleg kemény rendező volt az Ádám, hogy azt akarta kifejezni, hogy akkor azt fejeztük ki. Amikor Horváth Ádám ugye megrendezi azt a jelenetet, amire most te is utaltál, hogy a Julcsi felszól, hogy felnőttek teremtsetek egy jobb világot, vagy egy jobb új évet, azt te szerinted meghallotta, hogy ő, neki hogyan kellett volna egy jobb munkakörnyezetet teremteni Ábel Anita számára ahhoz, hogy figyelembe vegye azt a sajátos helyzetet is, hogy itt egy kamasz emberrel kell végigmenni ezen a történeten? Szerintem nem. De szerinted titeket, mint a sorozatalkotói terhel, felelősség, mulasztás miatt arra vonatkozzon, hogy abban a 13 évben hogyan kezeltétek azt a sajátos helyzetet, hogy itt egy éppen kibontakozó, a felnőtt korba éppen átlépő, fiatal emberrel kell dolgoznotok? Hát akár azt is mondhatnánk. Gyerekkel is. Igen, akár azt is mondhatnánk, hogy igen, mivel nem volt előttünk követhető példa. Sok mindent nem is tudtunk előre meghatározni. Nem tudtuk, hogy mit fog okozni, kinek milyen kárt okozhat, vagy kinek mennyire sértheti. Azt láttuk, hogy megteremtünk egy valamilyen családi történetet, és abba azok az emberek, akik belelépnek önként, dalolva, hiszen aláírtak egy szerződést, onnantól kezdve ez igazán ilyen hátsó problémaként nem jelent meg szerintünk egyik fejbe se. Én csak utólag gondolom, hogy neki ez egy kemény periódus lehetett. Karácsonyig összegyűjtök annyi pénzt, hogy beszállhatok az Indiába. Ha ez nem sikerül, akkor is legalább haza tudok szólni, ha valami külön munka közben jön. Meddig dolgozom? Elég sokáig. Ez egy nagyon jól fizető maszek munka. Valamivel pótolnunk kell, hogy a rakodás kiesik. De az egész nyomdát nem hozhatod haza néhány kis munka miatt. Azt nem. De ha lenne 10 000 forintom, holnap megvehetném a géphez ezt az új eredeti Microsoft Windows 95 programot. És akkor dolgozhatnék itthon is a benti munkáimon. Sőt, egy csomó más csodát is művelhetnék. Pont ennyi a dugi pénze, amit erről a Microizé 95-re mondtál, úgyhogy reggelbe megyek a bankba, és holnap megveheted. Komoly? De ez igaz, meg se kérdezem, hogy honnan van neked dugi pénzed. Nem merem újból szóba hozni ezt a Microsoft 95-ös programot. Megegyeztünk, hogy megveszünk a programot. De nekem nincs pénzem. Így látszik, hogy égből neki sárgó. Igen, ez jó. Ja, Istenem. Egyébként igazából a kis jelenetben is a kettőtök közötti szeretetteljesség sokkal jobban kiütközik, mint bármelyik másik házaspárnál, tehát szerintem ez is egy fontos dolog. De amiről ugye, tehát nyilván itt mindenki a technológiai vívmányokkal való megküzdés miatt szokott nevetni azon a jelenten, de közben rávilágít valamire, nagyon fontos szerintem a te karakterednél, hogy ő meggebed a mindenféle plusz munkákban azért, hogy egyről a kettőre jusson. És ez azért egy nagyon általános jelensége volt a kornak, nyilván most is. Hogyan viszonyultatok ezekhez a kérdésekhez, amikor a sorozat olyasmiről beszélt, ami tömegeknek az életét határozta meg, például a túlhajszoltság, például a plusz munkák elvállalásának a kényszere? Én azt gondolom, hogy ezek mind olyan jelenségek, amire reflektálunk, ami nap mint nap benne volt az életünkben. Tehát ezekkel mindenki küzdött. Itt egy szabadabb világ indult el bennünk, és én meg azt látom benne, hogy mindenki látott egy szabadság érzést, tehát hogy a lehetőségek tárháza elindul előttünk, és akkor válogassál
abban, hogy mit akarsz éppen csinálni. Tehát, hogy miben milyen lehetőség van. De ez nem csak felszabadító lehet, ez lehet riasztó is. Igen, de mi akkor ezt nem riasztónak éreztük, és szerintem a társadalom sem érezte riasztónak, hanem lehetőségnek érezted abban az időben. Hát csak ez sokszor túlmutat az egyén, azt gondolom. Most például, hogyha azt nézzük, hogy a rendszerváltással mekkora, tehát ez egy mekkora társadalmi trauma volt, hogy 1 millió ember elveszti a munkahelyét, és mindenféle féllegális, illegális munkákban kell valahogyan boldogulni azért, hogy egyáltalán fönn tudja tartani magát, nem, hogy egyről a kettőre jusson, akkor ehhez képest mondjuk a Vágási Feri karakterében az egy ilyen erénynek van beállítva, hogy ő mint a ló, vagy az igavonó barom megy előre, és egyébként közben mellette csodálatos férj, de 3 állásban is dolgozik, és egyébként, ha kell, akkor azonnal fölcipeli a bútort a 0-ról a 8. emeletre, és közben megszereli a csapokat. Tehát, hogy egy ilyen gazdagréti MacGyverként mindenre bevethető, soha nem fárad el, és soha egy pillanatra nem botlik meg. Én azt látom, hogy nem egészségtelen az a vitalitás, ami ebben a jelenetben is benne volt. Tehát nem arról szólt, hogy most akkor 2 órákat alszik, mert annyira kell a pénz. Tehát ha egy picit visszafognánk magunkat, akkor is nyugodtan megélhetnénk, de ez a két ember többet akart, mint a szorgos és dolgos hétköznapok, hanem szeretett volna többet. Ez alatt a 13 év alatt az én szerepemben is, de ami társadalmunkban is hihetetlen ugrásszerű változás történt az életünkben, és ezt én azt gondolom, hogy ebben az időszakban nagyon-nagyon élvezte mindenki. Közben a Szomszédoknak nem volt sajátja ez a típusú hurrá optimizmus a rendszerváltással kapcsolatban, mindenki szkeptikus a politikával abszolút, kapcsolatban. Miért? Hát ez Ádám. Abban biztos vagyok. Én nagyon ritkán beszéltem vele politikáról, de ő akkor mindig nagyon, hát hogy szkeptikusan, az egy nagyon enyhe kifejezés. Tehát kifejezetten borulátóan nyilatkozott a rendszerváltásról, és arról, hogy ennek milyen következményeit látja az utcán. Szerintem ez jelent meg az adásokban gyakran. Nagyon ritkán hallottad az Ádámot úgy beszélni, hogy egy boldog közéleti ember benyomását keltette. Mindig felhős volt. Sok mindenben másként gondolkodott, mint ami a rendszerváltozás után bekövetkezett, és feltétlenül másként gondolta azt a világot, ami itt létrejött. Nem csak televíziósként, hanem magánemberként is. Kapitalizmus kritikus volt? Azt nem mondom, mert baromira szerette a pénzt, és nagyon jó dolgokat csinált. Inkább azt nem szerette, hogy nem volt igazán kitalálva a dolog. Rengeteg bizonytalanság volt a rendszerváltás utáni életünkben. A vállalkozói világtól, a civil emberig bezárva, hát rengeteg mindenről nem tudtuk, hogy mi lenne az optimális, mire kellene váltani, hogy kellene befogadni, elfogadni, átalakítani a saját életünket, az baromi nehéz dolog. Hát éltünk addig egy teljesen más közegben, teljesen más elvárások szerint, teljesen más politikai viszonyulás szerint. Tehát egyik pillanatról a másikra világos volt, hogy ez nem fog menni. Nyilván politikailag ő, hát mondjuk ezt ki, csalódott volt. Tehát azt látta, hogy az a fajta rendszerváltás, amiben ő egyébként nagyon hitt, az nem történt meg. De most csalódott lett, vagy pedig meg se adta az esélyt annak, hogy esetleg valami ebből ki tudjon jönni? Ez egy jó kérdés, de erre nem tudom a választ. Szerintem az MTV berkein belül nagyon gyorsan kirajzolódott ez a reménytelenség, és attól rogyott meg. Mi erről beszélgettünk persze forgatási szünetekben. Ő abszolút szkeptikus volt az a kapcsolatban, hogy az átlag állampolgár részt vehet a politikában, és nem is fog soha, mert ahhoz nem elég bátor, és nincsenek rá ösztönei. És nincsenek rá fórumai, és nincsenek rá eszközei, igen, és nincsen kultúrája. Én nem hitt abban, hogy az emberek szavazással és bármilyen módon meg tudják akadályozni, hogy a politika merre megy. Ugye a Szomszédok reneszánsznak nem csak az a része, hogy ilyen különböző jelenetek önálló életre keltek a videó megosztókon, hanem önnel rengeteg mém is készült. Hát én nekem nincs internetem. Úgyhogy én ezekből csak hébe-hóba hallottam ezt-azt. Tehát, hogy nem láttam még ezeket a mémeket, azért egyet-kettőt szívesen megmutatni, csak azért, aha, hogy mégis akkor legalább szembesülj vele, miről van. Csak hallottam, mindig hallottam, hogy mémeket raknak föl. És tudja, mi az? Hát nem. Nem tudom, hogy a Száraz Novemberről hallottam már esetleg. Mikiről? A Száraz November, ez egy kezdeményezés, ami arról szól, hogy emberek egy hónapig nem fogyasztanak semmilyen alkoholt, hogy ezzel is vizsgálják azt, igen, hogy milyen hatással van rájuk a értelmet elvonás.
És van egy ilyen, hogy pedig esküszöm, idén is megpróbáltam a száraz novembert. És akkor van kifejezetten politikai vicc is az önképével. Azt nem szívesen. Szóval azt nem venném szívesen. Akkor azt nézzük meg, hogy néz az ki. Igen. 42,6% mi az? Pálinkának gyenge, élelmiszer inflációnak erős. Ebben igazam van. Akkor ez még elfér. Mert hát én is nyugdíjas vagyok tulajdonképpen, és ha belegondolok még abba is, hogy nem csak, hogy az egyik darabot 10 éve játszom, 10 éve, ugyanannyiért. Ha azt egy iparos meg tudná, körbe röhögne. Igen. Mert az nem jön ki nekem, mert annyiért jön neki, hogy fölvegye, hogy mi a hiba. De akkor az ilyen vicc, amiben tehát mondjuk Orbánoznának vagy Gyurcsányoznának, azt gondolom nem kérdelemnek. De az ilyen típusú politikai vicc? Azt nem bánom. Hát ez én elmondom, otthon beszélek Lajoshoz, Kossuth Lajoshoz. Lajcsi, hallottad ezt? Ha 19 forint a Tesco-ban egy papírzacskó, amiben megveszem a pogácsát. És azzal találkozott, amikor még ment a sorozat, hogy a nyugdíjasok kilátástalansága az így nagyon megerősítőleg hat mondjuk a nyugdíjas nézők számára, hogy erről szó van? Nem, közel nem volt olyan, mint ami most van. Nem volt ilyen. Tehát én nekem a nyugdíjam olyan, hogyha nem kapnám azt a 120 000 forintos mellékes pénzt, amit a Kossuth díjamra kapok, most egy pár éve, mert nem volt, sokáig nem volt, csak amikor jött egy olyan, mert már annyira gyalázatos volt, tehát 150 000 forint volt a nyugdíjam. Most már 65 éve vagyok a pályán, és most van 190 000 forint nyugdíjam. Tehát röhely, ha nem kéne sírni rajta. De hát ezt nem lehet eltitkolni, ez borzalmas. Nyilván ti is láttátok azt, hogy a YouTube-on, meg a különböző egyéb videó megosztókon a presszóban lezajlott különböző balhék, azok önálló életet élnek, és el is mémesedtek. Úgyhogy nézzük meg egy összeállítást a legkiemelkedőbb balhékból, és aztán beszélgessünk ezekről. Hol a piám? Bolondult! Amíg nincs piadik. Szórakozzon már velem! Bocsánat. Ereszem már el! Ereszem már el! Ereszem már el! Csak kis vadmacka! Menjed el! Megverem a batalja, amit figyelj! Hívjam a rendőrséget! Le van, én verem! Te szemét! Le, és most ki is visznek! Hol vagy? Hol vagy te szemét? Na, kifelé, öreg, ez nem a te helyed! Világos, és máskor ne gyere! Én. Ébresztő. Rendőrség? Igen, de előbb a mentők. Aztán a rendőrség. Már hívom is. Miért rendőrség? Nem egyedül jött, egy idősebb férfi volt vele. Ittak valamit, aztán a másik elment. Parancsoljanak! Jaj, elálljunk! Gyorsan hívjátok a 107-est! Véletlenül nem fényképezett? De igen, éppen fényképeztem a menyasszonyomat, amikor a kisasszony eldobta azt a gránátot. Itt ült velem szemben. Akkor különösen megkérem, hogy maradjon. Megkérdeztem a pirotechnikusokat, hogy mit tettek a Zsiguliba. Ez? Semmit. Úgyhogy? Azt mondták, hogy a Zsiguliba egy ekkora tűz fölgyullad, 3 percen belül a műbőr 6 méteres lángokkal fog égni. Tudod, mi maradt az autóból, Marci? 4 kerék meg az alváz, gumi nélkül. Már az elég. Teljesen elégett a Zsiguli körülbelül 1/2 óra alatt. Ugye ez azért érdekes, mert egyébként ezek a típusú helyzetek nagyon jellemzőek voltak a 90-es évek Budapestjén, tehát hogy dobta be kézigránátot sorozatosan, igen, folyamatosan, igen, különböző szórakozóhelyekre, robbantottak fel kocsikat. Szóval mennyire volt szándéka Horváth Ádámnak, hogy ezt a hétköznapoknak ezt a típusú brutalitását is megjelenítse a Szomszédokban, és miért volt ez a szándéka szerintetek? Általában is szándéka volt az egész sorozatnak nagyon gyorsan reagálni azokra a jellemző dolgokra, amik voltak, vagy történtek, amiről beszéltek, hogy lehessen róla aztán majd beszélgetni 2 hétig, mert ugye 2 hetenként van a Szomszédok. Ez a, hogy mondjam,
eredeti tőkefelosztás újracsinálása, ami zajlott akkoriban, annak a szereplői, azok hát híresek lettek. Ugye akkor voltak az első nagy pletyka magazinok, amit ma, hát van, aki undorodva néz, és van, aki megfogyaszt ezerrel. A bulvár. A bulvár. És ebben a pillanatban ugye mi gyakorlatilag a szomszédok bulvárosítottuk tovább ezeket a híreket. Bekerültek hozzánk is ezek a hírek, mert ez volt a népszerű, ezt olvasta mindenki. Nekünk is kellett. A közszolgáltatásokban dolgozókkal szemben rendkívül elismerő mindig a sorozat. Ez néha már-már így a valóság tagadás határát súrolja, például amikor a rendőrséget ábrázolja a különböző helyzetekben, miközben a 90-es évek magyar rendőrsége nagyon sok mindenről ismert volt, de pont a szakszerűségéről nem. Elképesztő állapotok uralkodtak akkoriban Budapesten. Szerinted ebben miért volt megengedő Horváth Ádám kifejezetten a magyar rendőrség irányába? Hát egyrészt azért, mert borzasztóan egy segítséget kapott a produkció tőlük, ez volt az egyik fontos dolog. Másrészt az, hogy elemeltük egy picit a produkciót a valóságtól, ennek ez is következménye volt, hogy a rendőrséggel kapcsolatban sem a problematikus irányban mozdultunk el, hanem azt, hogy ők milyen flottul megoldanak. De másrésztről meg azért nyilván vannak nagyon fontos konfliktusai a 90-es éveknek, amelyek így nem jelennek meg a sorozatban. Szerintetek mi az, ami a legjobban hiányzott? Valószínűleg nem ez volt az elsődleges cél, hogy az aktuál politikai történések legyenek a homloktérben, hanem inkább a közélet volt vagy a közhangulat volt ennek a sorozatnak a tárgya. És amilyen mélyen beszivárgott a politika az átlag ember életében, az volt a vezérfonal. Tehát nem politizáló emberekről szólt, és nem olyanokról, akiket hidegen hagy a politika, hanem az átlag emberről, aki Budapesten mozog, amennyit fölvett a hírekből, azt próbálta egy kicsit. Én azt gondolom, az életben fölmerült problémákról beszéltünk, és nem kritikát fogalmaztunk meg az éppen regnáló kormányok ellen, vagy a éppen regnáló ellenzék ellen. Hoztunk egy konkrét példát, ami nem párpolitizálásról, de politizálásról szólt a sorozaton belül, amikor az iskolában fölmerült az, hogy esetlegesen sztrájkot kellene szervezni a viszonyok megváltoztatása érdekében. Nézzük vissza, hogy hogy nézett ki pontosan ez a jelenet, és aztán szeretnék erről megkérdezni benneteket. Ide helyeztek egy új tanárt. Egy nem is tudom micsodát. Második igazgató helyettesként. És? Ki az? Hol tanított eddig? Sehol. Pártfunkcióban volt. És mi a végzettsége? Politikai főiskola, és most ide menekül, de igazgató helyettesként. Úgyhogy én ünnepélyesen vissza is adom az igazgató helyettesi kinevezésemet. Ugyan ez nem megoldás. Hát akkor mi a megoldás? Én tiltakoztam, fenyegetőztem, de nem érdekli őket. Akkor marad a sztrájk, arra majd felfigyelnek. Az nem megoldás. A gyerekek nem tehetnek semmiről. Valami mást kell kitalálnunk. Én a sztrájkra szavazok. Én ellenzem. Ha mi beszüntetjük a tanítást, szétesik az egész iskola rendje is fegyelme. A gyerekek csak örülnének neki. Úgy is halálra vannak hajtva. A csomó ünnepnap megszűnt, a karácsonyi szünet rövidebb lett. Ha sztrájkval legalább pihenhetnének soron kívül. Ti döntsetek, ti vagytok az ifjúság. Én már sok mindent megértem. Szénszünetet, óvóhelyi tanítást, de sztrájkot még nem. Fogalmazzunk meg egy tiltakozó levelet, és vigyük fel személyesen a miniszterhez. És ha az sem segít, akkor jöhet a sztrájk. Ugyan már nem fogad minket, majd valami ötödrangú beosztott meghallgat, és végül nem történik semmi. Én a sztrájkra szavazok. Megpróbáljuk a beadványt. Vajon ez mikor lehetett? Én azt gondolom, hogy ez is azt mutatta, hogy kell mindenről beszélni. Tehát, hogy ez nem egy... De arról... már elképzelhetetlen, hogy ilyesmiről beszéljenek. Igen. Bocsánat, kereskedelmi tévében is, de még inkább az állami tévében. Hogy legyen egy olyan sorozat, ahol mondjuk tanárok egy sztrájk lehetőségét megvitatják. A sorozat mindig akart mutatni egy útmutatót az emberek felé. Hogy lehet jól élni az életünket, ha már kinyílt a világ előttünk, akkor fogalmazzuk meg a gondolatunkat, és próbáljuk megfogalmazni azokat a problémákat, amik ott vannak előttünk. Tehát ez... És beszéljünk is róla, így van. Hát igen, ma már ugye ez egészen mást jelentene. Te tapasztaltad azt, Ilona, hogy a sorozatbeli karaktered miatt tanárok, vagy adott esetben tanárközösségek inspirációt látnak abban, hogy hogyan kell tárgyalni egy-egy iskolai konfliktus. Ugye nagyon sok mindenről volt szó, droghasználatról volt szó, a renitens gyerekeknek a kezeléséről volt szó, családon belüli feszültségek kezeléséről, hogyan kell ehhez viszonyulni egy tanárnak. Tehát nagyon sok olyan helyzet, amely valószínűleg találkozik egy pedagógus. Találkoztál az alapályát során, hogy pedagógusok kifejezetten megerősítést vagy inspirációt nyertek a sorozatból?
nem is a sorozatból, abból több olyannal találkoztam, akik azért lettek pedagógusok. Akkor mert hogy én mai napig találkozom olyanokkal, hogy azért lettem pedagógus, mert te az voltál, minta voltál, konkrétan ilyennel találkoztam. Hát sokan lettek pedagógusok ezen pozitív példa alapján. Van egy visszatérő kritika a szomszédokkal kapcsolatban, és kíváncsi lennék, hogy te mit reagálsz rá. Arról szól a kritika, hogy nincsenek se hiteles és jól megért karakterek, se pedig valamire való konfliktusok, amelyek túl gyorsan meg is oldódnak, és egyre inkább háttérbe szorulnak. Nyilván találkoztam már ezzel a kritikával. Mit gondolsz erről? Ez mindig is egy ilyen furcsa kérdése volt a szomszédoknak, mert az intellektuál, az ilyen kifinomult agyak meg egyebek, ugye határozottan tiltakoztak, nem, mi ilyesmit nem nézünk, mi nem. De mégis akkor töltött 6 millió ember minden csütörtökön. És mindenki nézte. És mindenki merített belőle valamit, és mindenki viszonyult hozzá valahogy. Tényleg abszolút az életünkről szólt. Az 87-től kezdve 99-ig mindig olyan helyzeteket próbált előhozni az Ádám, ami fölmerülhet bárhol, bárkinél, bármikor. Egy közéleti hangulatjelentés volt, Nem célokkal indult ez, hanem inkább valamiféle vízfénynek. Meg szórakoztatásnak. Hát nem véletlen volt benne egy csomó vicces figura, nem csak az éppen a pincéré, hanem a fodrászé, tehát mindig valamilyen... Mindig volt humorszál. Valamilyen humorszál, minden második jelenetben ott volt. Tehát minden az ő ízléséről szólt ebben a sorozatban. A figurák is, a szerepek is, a mondatok is, az öltözés, a mindent egy személyben ő döntött el. És azért nem volt művészi stábértekezlet például, ami egy komoly szériában mindig van, meg hát olvasópróba, mert tökéletesen megbízható volt az Ádám. Igen. Nem létezett, hogy olyan jelenet került a karakteredbe, vagy olyan mondatokat kellett mondani, aminek semmi köze nem volt semmihez. Lehet ez az olvasat, és lehet ez az olvasat is, hogy rendkívül kiszámítható, és ilyen szempontból egy nagyon egysémájú sorozat Bizony. A szomszédok. Hiszen az is. De ez jelentett nektek művészileg bármilyen szempontból konfliktust? Hát... Volt ilyen, persze. Hogy lenéztek minket ezért. Én azt gondoltam akkor is, meg most is azt gondolom, hogy középre célzott valahová, nem alulra, nem fölülre, és az Ádám ezt halálpontosan tudta. Tehát, hogy sem túligényesnek, sem ócskának nem szabad lenni, itt valahol tök középen kell menni, és erre mindig lesz egy olyan réteg, aki ezt nézni fogja, és mindig lesz, aki fikázni fogja, és mindig lesz, akinek meg nagyon tetszik. És azt mivel magyarázza, hogy miért nem mer, vagy miért nem tud a mostani televízió beszélni azokról a kérdésekről, amikről a szomszédok tudott nem csak a nyugdíjasoknak a kilátástalanságáról, ott megjelentek olyan szakmák, akikről ma egyáltalában nincsenek sorozatok, egyáltalán nem jelennek meg, mint szereplők a különböző fikciós történetekben. Hát mert sok minden nem jelenik meg a tévé. A tévében lassan azt kell mondanom szégyen szemre, hogy ömlik a szenny. Azt tartom elviselhetetlennek, hogy amikor ilyen világban élünk, mint most, akkor a televízióból például árad a dicsekvés, a nagyképűség, a pofátlanság. Olyan műsorokat adnak, hogy kőgazdag fiatalok, akiknek nem kell dolgozni, és ömlik hozzájuk a pénz, és tobzódnak, akkor adják ezt a tévében, amikor a szerencsétlen szülő nem tud a kölykinek venni egy iskolatáskát, mert nem telik rá. Hát milyen világ ez? Ezeket a sorozatokat, nem sorozatok, hanem például ez a tánc, meg a énekversenyek, mert énekelünk, és a főzésről nem is beszélve, mert ordítoznak, mert ugye... A Remszitől eltanulták, és azóta mindenki legorombítják. És oda elmennek emberek jelentkezni, hogy zokog neki, te hülye vagy, miért mentél oda? Hát magad akartad, hogy rúgjanak fenéken, mert úgy bánnak az emberekkel, mint a kapcaronnyal. Na most ilyeneket közvetít a tévé. Ez nekem egy látvány.
ott, hogy leöntik egymást tojással, belemásznak, a, nem is tudom. Hogy és akkor még néha színészek is vannak köztük, hogy egy-egy szín, és akkor megkérdezem magamtól, hogy te jó Isten, ez miért vállalta el ezt? Hát feltétlenül pontosan tudjuk, hogy mi ez vállalja. Tudjuk, tudjuk, mint ahogy mondom, ha nem dolgoznék 87 évesen, vagy nem kapnám azt, aki, akkor hogyan élnék meg? Hát a rezsimet nem tudnám kifizetni. Pedig nem a Visegrádi várban lakom, hanem egy panelban. Mit mondanátok 2023 Magyarországáról, hogy ma elképzelhetetlen lenne egy olyan sorozat, amelyben a közszférában dolgozók, bérből és fizetésből élők alkotják a szereplőgárdát, az ő hétköznapi konfliktusaikról tudósít a sorozat. Miért volt elképzelhetőbb ez a késő kádárizmusban, mint 2023 Magyarországon? Mert az a rendszer bizonyos határok mellett engedett hangot adni ilyesminek, ez a rendszer pedig tökéletesen szabályozza, és nagyon szervezetten nyomja el az összes ilyesmit. Az nagyon irányította a média. Tehát az a rendszer pontosan tudta azt, hogy amikor kiereszti a szelepet az ember egy ilyen sorozatban, mert azért, mert jó megmondta Lenke néni, tényleg így van, és hogy ez mennyire, és akkor ez ugye apjuk? Igen, igen, és tényleg. Volt Hofi, és volt Hofi, igen. És voltak ilyen fickók, akkor az ember utána fölállt, megitta a maga kőbányai világosát, és azt mondta, megmondták. És ennyi. Ott vége is volt a történetnek. Tehát ez akkor valójában deradikalizálta a szomszédok, azt mondod, pontosan. A társadalmi elégedetlenség. Én azt gondolom. Az ábrázolással együtt a kimondott dolgokat, és ezeket a kimond, mindig nagyon óvatosan, mindig nagyon patika mérlegen, de kimondott dolgokat, mert ugyanaz volt, szerintem ugyanaz volt ennek a logikája az akkori kultúrpolitikának, kell egy szelep. A mostani kultúrpolitikának nincs ilyen logikája. És volt egy szociális beállítottság, ami akkor nem volt szégyenivaló vagy üldözendő. Ez nagyjából megszűnt. Nem csak, a demokrácia van teljesen eltűnőben ebben a fajta autokráciában, amiben élünk, vagy parancsuralmi, vagy nem tudom milyen módon maffiákkal urat rendszerben, vagy nagy birtokok által urat rendszerben, hanem maga a szociális gondolkodás mód is teljesen elhanyagolt és elnyomott. Tehát persze. Egyáltalán nem szempont az, hogy az embereknek legyen valamiféle jó érzésük egy országban, hogy legyen normális élhető életük. Valószínűleg csak üzleti és szavazatvadászó szempontok működnek e fölött. Szakaszokra kellene bontanom a szomszédok létezését, akkor ugye volt ez a bizonyos kezdeti szakasz, amikor ki kellett, hogy találjuk a produkciót. Volt egy második szakasz, ami tulajdonképpen igazán a siker szakasz lett. Tehát miután beüzemeltünk, és 5-6 millió ember nézte minden csütörtökön az adást. Lett egy harmadik szakasz, amire senki nem számított, ugye amikor 94-ben fölbomlott ez az alapalkotói csapat. Azzal, hogy Ádám elvállalta a televízió elnökséget, ugye ott következett egy elég kritikus egy-másfél év. Ugye ott a politika és a média törvény miatt elég hamar le is mondott erről a pozícióról. Másnap már nem ugyanaz a Horváth Ádám állt az emberek előtt. A sebzett oroszlán volt. Sokkal kisebb lett az érdekérvényesítő képessége. Utána következett ez a negyedik periódus, ami egészen a megszűnésig tartott. Belépett ugye a produkció, a stábba, az alkotócsapatba a Bújton István, aki egyébként a Mahírnek az egyik főnöke volt, ahol mi külsőbe gyártottuk a szomszédok produkciót. És amely akkor Mássi Micska Lajos tulajdonában volt. Igen. És miután István átvette a teljes produceri pénzügyi irányítását a dolognak, és ezt ki is vette tulajdonképpen az Ádám kezéből, onnantól kezdve igazán nem láttunk bele abba, hogy... Ez mikor volt pontosan? Hát szerintem ez az elnöksége utáni egy év környéke látott. Onnantól kezdve nem tudtuk, hogy a beépülő reklámok milyen pénzt hoznak a produkciónak, hoznak-e az, ami történik. Nem tudtuk, hogy amit leszámlázott a televízió felé, az mit számlázott le. Egyszer csak odajött a gyártásvezető, és azt mondta, figyelj, innentől kezdve félgázsi. Ja, csinálod? Igen. Volt ilyen. Mindenkinek föltették a kérdést, és mindenki azt mondta, hogy persze. Most mit csináljunk? Persze. Fél gázsi. És mindenki dolgozott tovább. De azért, mert akkor mi már egy közösség voltunk.
Az ember ötvös soha, hogy akár amikor a félgázsit adtak nektek, hogy a stáb egésze ezzel nem fölálljon és valamilyen módon sztrájkba kezdjen, vagy érvényesítse az érdekeit? Megpróbálta. Igen? Igen. A filmes csapat megpróbálta, a színészek nem. Jellemzően a színészek soha nem lázadnak rendesen. Miért? Soha. Hát nézd meg az SZFE ügyet. Ez jellemző. Ez egy történelmi lenyomat valójában. Igen. Így is mondhatjuk. Igen. Akkor még létezett szakszervezet. Megpróbáltak egy érdekérvényesítéssel fellépni, és ha jól emlékszem, egész konkrétan közölték velük, hogy akkor én mindnyájan vannak kirúgva, és ide jön egy stáb, aki majd dolgozik olcsóban, mert úgy sincs kenyerük. Akkoriban rengeteg állástalan volt. És ha emeli a kezdeményezés mellé, akkor odaállnak a színészek, azért a színészeket nem lehet ilyen könnyen pótolni. Nem álltak volna oda. De miért nem? Azoknak sem volt elég munkájuk. Nagyon szerették a karakterüket, és nem akarták elengedni. Nehezedtek a pénzügyi feltételek, meg mindenféle dolog nehezedett. Fölerősödött a politika, akkor lépett be az életünkbe a Fidesz és mindaz, amit ők képviseltek annak idején, és gyakorlatilag szerintem abban a pillanatban, hogy a Fidesz átvette a hatalmat, el volt döntve, hogy ez és még néhány produkció a Magyar Televízióból kimarad és megszűnik. Azért, mert gyakorlatilag ellettek mondva azok a mondatok, amik igazak voltak. Nem kellett ezt, nem tudom én, politikai dolognak tekinteni, az igazságról volt szó. Na most az néha fáj, ugye? Van, aki nehezen viseli el a kritikákat, tudod. De véletlenül az MDF is azt gondolta, hogy miattatok buktak meg, bár hozzátartozik a képhez, hogy ezt a Horn kormány is gondolta később aztán. Mindegyik kormányhez gondolta szerintem, és a Fidesz valószínűleg ezt akart, ezt az állapotot megszüntetni egészen eddig a periódusig. Alkotóilag tök szabadon dolgoztunk, és ez szűnt meg gyakorlatilag a 90-es évek végére, tehát túl beavatkozott a politika, nem csak a mi életünkbe, nem csak a televízió életében, az alkotók életében is. Miért ért véget a sorozat? Nem gondolom, hogy a nézettség volt a probléma. Azt se gondolom, hogy nem mehetett volna. Mi ezt nem nagyon tudjuk, mert kaptunk egy táviratot, hogy... Egy táviratot? Levelet? Igen. Levelet kaptunk, vagy? Hát távirat volt meg akkor. Igen. Aha. 13 év után egy... Igen. Én hoztam egy levelet neked. Úgyhogy, ha ezt elolvasod, akkor picit több dolgot tudsz meg. Ez kinek a levele? Ádám. Ádám írta ezt a levelet. Horváth Ádám. Horváth Ádám, igen, miután vége lett a Szomszédoknak, mindannyiunknak elküldte ezt. Tedd már meg, hogy akkor a nézőink kedvéért. Olvasd akkor ezt fel, hogyha már elhoztasz. Ajjaj. Azt mondja, hogy ments meg, Uram, a barátaimtól, az ellenségeimmel magam is elbánok. Szegény producer elfáradt, kimerült az önzetlen, emberpróbáló csatámad az MTV és a Szomszédok stábja között. Meg kell a szívnek szakadni, nem is tartható ez tovább. Mit lehet tenni? Két megoldás kínálkozik. Az első, a kimerült producer feladná, de ez nem jó, mert akkor kiderül, hogy a Szomszédok műsorát nélküle 10-12%-kal olcsóbban lehetne előállítani. Nem, ez számára nem megoldás, hiszen akkor kimarad a boltban. Második, iktassuk ki a Szomszédokat. A fáradt producer elárulja tehát a sorozatot, ami nem az övé, amiből sok éve. Jólél elárulja a színészestül, rendezőstül, összes munkatársal együtt. Amikor a Bújtól úgy érzékelt, hogy nem tudja a sorozatot továbbvinni, akkor egyszerűen arra gondolt, és azt találta ki, hogy létrehoz egy olyan sorozatot, amit ő ír, ő játsza, ő rendezi, ő a producer, stb. És gyakorlatilag gazdaságilag szinte ellehetetlenítette a Szomszédokat ilyen szempontból. A televízió is pontatlanul fizetett, ő is pontatlanul kezdett el fizetni, hol fizetett, hol nem. Tehát az egész átment egy ilyen vergődésbe. Utána munkába hívja a Szomszédokban már bizonyított operatőrt, asszisztenst, hangmérnököt, mikrofonost, fodrászt, világosítót, akik a fent leírt kis produceri manőverrel elvesztették jövedelmüket, de a producer segít. Csak segíteni akar, mint mindig. Bújtor ezt művészi becsvágy miatt tette, vagy pedig politikai motiváltság miatt? Nem, szerintem egyszerűen pénzügyi érdekei ezt diktálták, és ő valószínűleg felfedezte a maga számára, hogy a tovább lépés
az nem ez az irány, amit mi képviseltünk, hanem az az irány, amit ő. A szomszédok csapata pedig a fent leírt módon tűnik el méltóság teljesen a számok nagy tengerében. Lehet, hogy a fehér busz azért egyszer mégiscsak visszaérkezik. Ki tudja. Addig is gondoljanak rájuk szeretettel. Horváth Ádám. Erről egyszer Ádám nyilatkozott, amikor azt kérdezték tőle, hogy miért szűnt meg a szomszédok. És valami ilyesmit mondott, hogy a legjobb alkotótársam tönkretette. Na most ez nem csoda, hogy az Ádámot nagyon rosszul érintette. Tehát ez abszolút hátbaszúrásnak tekintette. De hát ez érthető, nem? És nagyon nehéz a dolog, mert én Bújtorról is azt mondom, hogy egy nagyon jelentős figurája volt a filmgyártásnak. Nagyon népszerű volt, nagyon jó rendező volt. Tehát minden a helyén volt, ezt egy kicsit nem jól csinálta. Azt elvártuk volna, hogy a televízió vezetőségbe hívjon bennünket, és azt mondják, hogy köszönjük szépen a 13 évet. Ez úgy mindenkiben keserűség volt. Semmilyen búcsú, buli, köszöntő. Semmi. Nem. Azt hiszem ez az Ádámnak is fájt. És volt lehetőség legalább magatok között méltóképpen lezárni a szomszédokat? Hát persze, hát minden évben találkoztunk utána. Egyszer, egy évben. És hát akkor beszélgettünk nyilván. Hát sajnáltuk, persze. Mi egymás között elbúcsúztunk, tehát az, de úgy... Talán bizakodtunk, nem Karcsi, hogy esetleg folytatódik? Hogy emlékszel, hogy beszálltunk ebbe a buszból, hogy hát, ha majd... Tehát azért nem volt ez... Hát az akkori tárgyalások alapján ugye nem folytatódott. Hát igen. Ennek az adásnak lesznek olyan nézői, akik még meg se születtek akkor, amikor a szomszédok már véget ért. Ezt a szempontot, ami miatt szerintetek érdemes 2023-ban azoknak az emberek, akik eredetileg nem láthatták a szomszédokat, bizalmat szavazni a sorozatnak, ezt a szempontot, ha meg tudjátok osztani velünk, azért nagyon hálás lennék. Ami fontos, hogy ez a mi történetünk, ugye? Nekünk Karcsival a fiatalságunk, és hát ha még meg nem születetteknek, hát nekik meg a, hát akkor mit tudom én, szüleik, nagyszüleik története. És a valós hétköznapi helyzetek, problémák. Én azt javasolnám, hogy fordítsák át a saját életükre azokat a jeleneteket, amiket látnak, és amiket úgy éreznek, hogy hasznossá tudják tenni a mostani életükben, és tudnak belőle profitálni. Ezek a mai fiatalok, ha néznek, akkor egy vadonatúj világot látnak. Tehát akkor nézzük azért a szomszédokat, mert egy kihagyhatatlan kódokumentum. Így van, és legfeljebb nevessék ki, vagy hülyézzék le a benne szereplőket. Mindegy. Szórakozást nyújt, ha másért nem, akkor azért próbálják meg. Hát, ha marad valami, visszacseng nekik belőle, amiért érdemes volt megnézni. Egy olyan korlenyomatot látnak, ami nem száraz, hanem van benne egy csomó olyan élet, ami nem derül ki a történelemkönyvből. A másik, amit mondanék, az pedig a valóban a kor bármiféle humora. És ez a humor az nem csak az én vicceim, vagy a Bajor, vagy a Józsaimi, vagy szóval nem csak a humor vonalról beszélek, hanem annak, hogy van ennek a sorozatnak egy, nem tudok erre más szót, mint bája. A digitális kor előtt készült ez. És ez azt jelenti, hogy az emberek jóval kevesebb információval rendelkeztek, és ahhoz is nagyon komoly szűrőkön keresztül jutottak hozzá. Ezért ártatlanabbul pislogtak a világban, volt egyfajta naivitás, és egy teljesen jogtalan jó érzés. Jogtalan? Teljesen indokolatlan jó érzés volt. Az emberek azt hitték, hogy egész jó világban élnek. Nem tudták, hogy mi folyik a háttérben. Ma már többé-kevésbé tudják. Te azt mondod, hogy a mostani korunk illúziótlanabb, az a korszak igen. volt. Abszolút. Igen. Ha még hamis, akkor is. És visszafelé olyan jópofának tűnik. Ha viszonyítom a mai életünket a 80-as, 90-es évekhez, sokkal több mindenről tudnánk beszélni. Sokkal több szempont befolyásolja az életünket.
sokkal több mindent kell figyelembe vennünk, sokkal jobban kell viszonyulnunk egy család, nem csak a politikához, mindenhez. Tehát minél inkább félünk megnyilatkozásoktól, vélemények elmondásától, kritikáktól, annál nagyobb szükség lenne arra, hogy ilyen nem direkt módon egy ilyen sorozat kimondja mégiscsak az emberek helyett azt, amit ki akarnának mondani. Ez ma lehetetlen. De a hatalom miatt? A hatalom miatt, de ugyanakkor szerintem sokkal nagyobb szüksége lenne az embereknek erre, mint akár a 90-es években. Csomó minden, az a félelmetes, hogy nem változott, érted? Ez egy fantasztikus kortörténet volt igazából, ha most így visszagondolunk a Szomszédokra, mindenben. Szóval rengeteget fejlődtünk is, de ugyanakkor a problémáink nagy része maradt. A Szomszédok a rendszerváltás egyik nagy krónikása. Nyilván önmagában nem alkalmas arra, hogy átfogó képet alkossunk rajta keresztül a rendszerváltás minden részletéről, de arra mégiscsak alkalmas, hogy akár jelen időben követted az epizódokat, akár utólagosan fedezted fel magadnak a sorozatot, valamifajta benyomásod legyen arról, hogy mégis milyen vágyak, milyen szorongások mozgatták magyarok millióit abban az időben közös országunkban. És igen, a Szomszédokon keresztül ráláthattunk a közszférában dolgozókra, ráláthattunk a bérből és fizetésből élőkre, ráláthattunk a nyugdíjasokra és azokra az anyagi nehézségekre, amelyeken nagyon keveset változtatott az azóta eltelt több mint 3 évtized. Ezek a problémák ma is ugyanúgy a sajátjai magyarok millióinak, csak ma már nincsen Szomszédok, amely erről bármilyen formában is tudósítana. És igen, én kisgyerekként ott ülhettem 2 hetenként, csütörtökönként a TV készülék előtt, szüleimmel, nagyszüleimmel, és én nekem ilyen szempontból egyfajta televíziós ősélményem is a Szomszédok. És persze, reggelig lehetne sorolni a különböző hibákat, adott esetben fogyatékosságokat a Szomszédokkal kapcsolatban, lehetne beszélni a dramaturgiai egyenetlenségekről, lehetne beszélni a filmnyelvi sutaságról, lehetne beszélni a papírízű mondatokról, de ezek egyike sem lényeges. Mert a lényeges az, hogy a Szomszédok vállalkozott valami olyasmire, amire sajnos ilyen méretben azóta sem vállalkozott, sem televízió, sem semmilyen online streaming vagy bármilyen más tartalomszolgáltató. Pedig igény az volna rá, sőt, szükséges volna, mert ha nincsenek ilyen történetek, ha nincsenek ilyen nagy, mozgóképes mesék, akkor egész egyszerűen képtelené válunk rá, mi magyarok, hogy társadalomként értelmezni és olvasni tudjuk saját magunkat. Úgyhogy ebből a szempontból is köszönet és elismerés illeti Horváth Ádámot és alkotótársait, és ezt a műsort ennek a szellemében készítettük. Reméljük, hogy a Partizán alkalmas lesz arra, hogy hasonló képpen betöltse ezt a funkciót, én legalábbis ebben a szellemben végzem a munkámat. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket, minden jót kívánok!